Roma, Roma, ma. Nézd csak, Dani, mit találtam a padláson! Megint egy cimbalmot? Most nem, valami társasjáték! Az van ráírva, hogy Dzsukerdzsi, a cigány útvesztő! Játszunk vele? Oké, miért is ne? Játszunk vele! Tetszek oda! Kezdjél, Dani, te! A sakban is mindig a fehér kezd! Kösz! Pörgött a kocka, és lett 8 egység, mostantól te leszel a kisebbség. Ti mi ez a joganod? Én nem ismerem. Jaj. Én egy játékos vagyok, akit a rendszerváltás idején elnyert a cigányok ősi játéka, a Dzsukerdzsi. Ez egy ősi játék? Igen, ez az oka annak, hogy a cigány nép valahol elkezdett vándorolni. Én most ezt nagyon nem értem. Fú, hol is kezdjem? Az egész még Krisztus előtt kezdődött az ősi Indiába, mikor a cigányok megtalálták ezt a játékot, és utána a rabjaivá váltak. Úgy, mint a magyarokat a csodaszarvas, a cigányokat ez jutotta Indiából ide Európába. De miért nem mentetek tovább? Hát, mert eltopta a gép. Ja, meg engem beszívott a játék. De most, hogy végre kikerültem, be tudjuk fejezni. Mert ez a cigányok ősi küldetése, hogy befejezzük a Dzsukerdzsit, és akkor megtaláljuk értelmét annak, hogy miért vagyunk. Hát, Tibi, ezt megszívtad, én nem vagyok cigány. Léptem. Maradsz és játszol! Meg megmondom a gágya osztálytársaidnak, hogy szabadidődben velem lógsz! Oké, meggyőztél, maradok! Akkor rendben van? Nagy bele, tesó! Hideg lesz a tél, és gázra nincs pénz, négyes dobtál, ezért fáért mész! Ez kemény volt! Na, gyerünk, te jössz. Hú, nem dobtam már 25 éve. Gyerünk! Veszik a mellényt, és dübörögnek a talpak. Meneküljetek, mert felkaptak, jaj! Ez a gáza! Fussatok, cigányok! Hé, mehetek engem is! Ez a régi faház, amit tuti nem fognak ránk találni. Hú, mennyi biciklid van, kölcsön adsz egyet! Jó, fejeztek be, gyerünk, játsszuk megint! A zenészek neked húzzák, azt éneklik, hogy te vagy a király. No, roxa állj! Gyerünk, tesó, táncoljál! Ez... Dani, te vagy a király! A zenészek neked húzzák, azt éneklik, hogy te vagy a király. No, roxa állj! Gyerünk, Tibi, te jössz! Jó lesz, jó lesz! Szegregált iskolába jártál, felsőoktatásról ne álmodjál. Most mi van? Ez mit jelent? Hát csak annyit, hogy soha az életben nem fogod egyetemre járni. Egyre jobban nem tetszik ez a játék. A kis cicus nem veszélyes, kivéve ha éppen éhes. Ebben van valami hátborzongató. Valaki van ide bent! Nyugi, Tibi, ez csak hallucináció! Törj ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem. Az a reggel, hogy én felhagytam már mindennel, de még álmodtam, tovább változtam, és a legfőbb percben... Gyerünk, már nincs sok! Ezzel beérhetsz a célba is. Ezen a dobáson múlik minden.
Az időt folytán szigorodik a határzár, irány Kanada, ahol a sok rokonod vár. Rama, Rama.